Na szevasztok, üdvözlök mindenkit, Mike visszatért egy újabb videóteszttel, már úgyis rég volt, és mint ahogy láthatjátok, hát arra gondoltam, hogy ha már hétvégén úgyis elindul a nagy olimpiai láz, akkor ennek örömére megnézzük a London 2012 nevezetű is olimpiai játékot, úgymond, ugye hát ez a mai világban divat, hogy mindig, ha valamilyen nagy sportesemény van a világon, akkor abból kijön egy játékverzió is. Lásd ugye az Euro 2012, és ott volt igaz DLC formában a FIFA 12-höz. Azt én most valahogy kihagytam, mert nagyon hülye, rosszul sikerült. Mindegy, most abban nem mennék bele, hogy miért. A lényeg, hogy itt van a London 2012, és akkor nyomok is egy start gombot, ugyanis ugye, mint hátadtátok a menü elején, írta is, hogy nagyon ajánlott a gamepad ehhez a játékhoz, nem kötelező, de azért ajánlott, hogy legyen egy Xbox controller hozzá. Lehet Xbox controller PC-re is venni, mert biztos, hogy megint jönnek majd a kérdések, hogy hát ez biztos, hogy Xboxon játszom. Nem Xboxon játszom, ez PC-n van játszva, de egyébként meg tudom nektek mutatni. Tehát ott van egy keyboard, tehát nem hiszem, hogy ti Xboxon látnátok ilyet. Na, tehát ajánlott a gamepad hozzá. Főleg ez az X-es kontroller, állítólag más kontrollekkel bajok vannak, én most olyat olvastam, hogy kell egy kicsit manuálisan taktikázni a dolgokkal, hogy elinduljon és érzékelje ezt az joint, mindegy, nekem működik, az a lényeg. Maga a menü az egész jó, átlátható, Olympic Games, nyilván ez végigvisz a olimpián teljesen, itt az Events Play-en belül gyomhatjuk a különféle sport kategóriákat, Party Play, hát ezek ilyen, hát mint a nevében is benne van, ez ha valakihez elmentek szórakozni, ilyen házi buli vagy valami, és akkor ott, ha akartak, egymás ellen lehet játszani. Nyilván az online play-t nem kell nagyon magyarázom, interneten keresztül lehet mások ellen játszani, és akkor itt van a csapatok és a rekordok. Itt a leaderboard, ugye hát ez kell a connection, meg lehet nézni, hogy saját legjobb eredményű egyes ágakban mennyi volt, mi volt, játékban hogy állunk, lehet lehet a csapatokat is változtatni, hát itt van Magyarország például. Király Zoltán! Na hát ez itt azért van a Fekete József. Olá Márton, hát kemények vagyunk. Asztal teniszben Tóth Péter, úszásban Szarka István, rowing, nem, most nem tudom mi, László András. Azért kedvesek a készítők, hogy ott még alatta még tudnék változtatni, hogy nézem nevet is, hogy Orbán Dániel. Kajakban Farkas Béla, Gulyás Ernő. Lövészetben Farkas Zsigmond, Dudás Gergely. Biciklizésben Molnár Ádám, Tőzsér Pál. Vault. Ez valami futás vagy nem tudom, nem futás. Mindegy, Szabó Tamár. Tehát úgy, ahogy a neveket még eltalálták, gerelyhajításba is. Ez valamilyen szinten nem rossz dolog, ugyanis ha nagyon szeretnénk, akkor berakhatjuk a komplett olimpiai válogatottat. Ugye lehet változtatni nő és férfi között. A grafika egyébként a maga karaktereknek szerintem egész tűrhető, nagyon jó. Bár itt a négyen egyes nők elég élni. Nagy Márta, hát hol van a Miki Jakabos Zsuzsink, tehát... Vagy ugye a férfiaknál Gyurta Dani, vagy
Na most nem jut eszembe a másik srácnak a neve. Elnézést. Megmondom őszintén, nem vagyok egyébként olyan nagy olimpiai rajongó. Most ha látnám, tehát most itt nem jut eszembe a neve. Mindegy, tehát itt ez egy pár embert meg lehetne csinálni. Mit tudom én. Úszásba. Aha. Itt lehet a bőrszínt változtatni. Ja, hogy itt lehet változtatni a két, aha. Tehát két versenyzőt indított lényegében. És lehet változtatni a nevet is. Tehát nem tudom, lehet, hogy később ebből lesz, lehet az internetre felraknak valami kiegészítőt, hogy egyes országoknak a neveit, tehát hivatalos versenyzői neveket beraknak. Nem tudom, hogy ez olyan mennyire lehet, de én lehet majd később a magyar válogatottat úgy, hogy megcsinálom, azért már valahogy hiteles legyen már. Bár nem tudom, hogy ezt miért nem lehetett megoldani, tehát ha már hivatalos játékról van szó, akkor szerintem valahogy meg lehetne oldani, hogy a ruházatok is meglegyenek, tehát látjátok, ugye nem egy nagy vasszis, de azt tehát úgy nem megvannak a hivatalos színek, de hát ugye a magyarok se zöld-fehér-pirosban vannak szerintem, tehát nem mexikóiak vagyunk, vagy olaszok, még azok kékben vannak, mexikóiak, hasonló. Na mindegy, szóval ilyet lehet csinálni. Ja, itt lehet tuningolni a olimpiai módba a fegyvert, vagy bármi, aranyúszó, meg ilyen aranyfegyverek. Beállításban nagyon nem kell úgy nagyon belemenni. Egy érdekességet láttam, még egy 3D-be is lehet nyomni. Nyilván ehhez kell a megfelelő videokártya és monitor is. Nem tudom, hogy mennyire lehet jó. Na. Hát kezdjünk bele egy olimpiába. Mennyire legyen. Médiumban legyünk. Válasszunk csapatot. Hát Magyarország egyértelmű. Hú, olimpiai par. Július 27. Na hát az... Itt lesz mindjárt. City, so many views with the Thames stretching away into the distance, and with so many new venues waiting to be tested, this really could be the best games ever. The Olympic Stadium, splendid, glowing like a beacon here in London's East End. And there the Olympic torch, the iconic symbol. Egész tévészerű a játék, tehát kommentátorok. És most elmagyarázzák, hogy így a London, úgy a London, hú de jó. Szerencsére itt nem kell végignézni 3 órás ünnepséget, nyitó ünnepséget. Éj a láng. Ó, tűzijáték. És ezzel megnyitjuk az olimpiai játékokat. Hurrá. Első nap. Na. Itt megint lehet változtatni a csapatokon, válasszunk eseményt úgymond. Férfi 3-as ugrás. Na nézzük. Ja, kiválasztotta, hogy melyikbe akarok részt venni. Hát legyen a 3-as ugrás, részt veszünk mindegyikbe. Na már csak 2-be lehet. Ó. Hát... A magyarok a 3-as ugrásban nem olyan jók. Íjászatban... Azt tudom, 100 méteres nőúszás az lesz. Nézzük egy kis íjászatot is. Play! Na, 9 órakor reggel kezdődik a íjászat. Continue. Egész jónak tűnik így maga a menü.
azt mondom, még a grafika is egész jó, ugye a Sega az egész jó grafikákat tud csinálni, ugye a Virtual Tennisben is egész jó. Ugye régebben a jótom az Eidos csinálta a olimpiai játékokat. Na, nézzük, Mészáros Rékánk mit tud, az egy tutoriált most elindítok, ha nem baj. Húzzam hátra a jobb kart. Hátra húztam. Nagyon fasza vagyok. Miközben hátra tartom, addig tudom a ezért. És engedjem el, gyorsan tudjon. Hát mivel nagy a szél, ezért mondjuk egy. Ó, gyerekek! Micsoda lövés, 9 pont volt. Na. Most már lássuk akkor, Rékánk mit tud. Puszi, puszi mindenkinek. Csini vagy, hajrá. Hungary. Hátra húzzuk. 17 másodpercünk van. Hú. Most nagyon egyenesen megy, és... Aj, de 9 pont. Nagyon jók vagyunk. Nézzük a második nyilat. Igen, itt azért figyelni kell a szélnek a mozgására, hopp. Na, oj, de 10 pont, a mi kis Robin, hát akkor inkább Réka húdunk. Ja, húzom hátra közben. És most nézzük, na, ó, ez egy kicsit fölé ment, 8 pont, nem baj. 27 pontunk van, jó voltál Réka. Csak így tovább. Micsoda koncentrálás, hölgyeim és uraim! Hát ez az utolsó sajnos nem volt az igazi. Na, Kán, Isabel Kán mögöttünk van, eddig vezetjük az első fordulót. Gyerünk Réka, velünk, veled vagyunk. Hátra húzzuk az íjat. Nagyon jobbról jön, vagy nyomarról jön. És hopp! Ez az, 9 pont, majdnem 10 pont lett. Nézzük a második, igen. És... Aj, de 10, épp hogy benn van. Megint hátra húzzuk. És... Áj, ez lecsúszott. Nem baj, 25 pontunk így is van. Szerintem grafikailag nagyon jó. Tehát ennél, tehát Crysis izé nem hiszem, hogy ide kellene. Na, 2 ponttal még vezetünk, bele kell húzni gyerekek. Gyerünk Réka, gyerünk Réka. Csak ügyesebb. Csak ügyesebb. Áh, 8 pont. Nem baj. Változni fog a szél. Igen, igen. Á, ez is 8 pont. Jó lenne egy 9-es, mert így el fogunk maradni, vagy egy 10-es. Nora Réka, minden bele. Változik a szél irány megint. Gyerünk, gyerünk. Á, lecsúszott. Ajajajaj. Hát örül, de szerintem ez gyenge lesz, 23 pont, ez az utolsó az nagyon gyenge volt. Hát a közönség is jó a háttérbe. Még mindig 2 ponttal vezetünk. Utolsó fordulója, hölgyeim és uraim. Nagyon szoros a verseny. Nem hiszem, hogy élőben nagyon jók leszünk íjászatba, de azért bízunk a legjobbakba. Na. Hát ezért jobb a kontroller, mert tök egyszerű beállítani. Na? Na? Aj, de 10 pont! Ez nagyon kellett. Ez nagyon kellett. Igen. Igen. És... 9! Ez is jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Hú, most nagyon jó szél. 10 pont, nagyszerű. Hát szerintem ezzel meg is nyertük.
bekerültünk a döntőbe, mert szerintem ez ilyen elődöntő féleség volt. Ugye nem egyből leszünk aranyérmesek. Ez az első helyen van, Mészáros Réka 104 ponttal. Ügyes voltál, kislány. Igaz, hogy csak egy fiktív alak vagy. Ó, nagyon elvertük a mezőnyt. Ha az első négy jutott tovább. Nagyszerű. Tök jó, élvezetes. Én azt mondom, eddig élvezetes. Irányításilag is, grafikailag is. Na nézzük az úszást. Aqua Center, kvalifikáció. 100 méteres gyorsúszás. Ő. A jányok. Nagy Márta. Nézzük itt is egy tutoriált azért, ha nem haragszatok, tehát csak úgy belemenni szett. Nagyon szép a popót hátulról, nyomjam meg az át. Megnyomtam. És nyomogatni kell az át. Igen, ez volt a... Nyomogassam az át, de közben húzom hátra. Ja, és most... Ja, bal kéz a bal analóg, jobb kéz a jobb. Hú, ez jó lesz. Aha. Hát most így egy helyben úszunk. Ja, hogy hosszabb kell tartani, oké. Okay. Hát végülis okosan megoldották, ha azt nézzük. Ja, egy X-et kell nyomni. Amelyik megjelenik. Nyomjuk az át. Jobbra, balra, jobbra, balra. Aha. Jó. Ugye a régi játékokban, ugye a Sydney 2000-ben, az Athén 2004-ben, és hát a Pekingre már nem emlékszem, ugye az volt a baj, hogy szétverted a billentyűzetet, mert nyomkodni kellett, mint a hülye. És ugye eléggé billentyűzet ölő volt. Itt szerencsére, hogy úgy látom, nem annyira gamepad ölő, meg szerintem billentyűzet ölő se lesz. Na. Nagy Márta. Szerbusz. Legyél olyan, mint élőbe is a csajok. Szett. Ú, de be... Hajd, de beúsztunk. Ússzál, kicsi lány, ússzál. Ússzál. Ez az. Elsők vagyunk, ugye ott írja oldal, hogy pozícionünk mennyi. Másodikok vagyunk, nem? Jó. Hey! Hey, rosszat nyomtam meg, nyomjad, mert harmadikok vagyunk, kicsi lány, nyomjad, ússzál. Hungary, sir, nem jó. Elfáradt a kicsi lány, hey! De ússzál már, vaze. Ó, hát jól, elfáradtunk, vaze. Hát Márta, ez sajnos nem volt jó. Hát a víz egy kicsit érdekes, de még aránylag jó. Még egész jó tartottam az elejére, a fordulásnál volt. Itt érdekes a kicsit. Itt valami nem jött. Nem jó találtam el a gombot is, de... De nagyon lemaradtam. Na megpróbáljuk újból. Aha, és megvan ol... Aha. Tehát egyszer lehet újra próbálni. Hú, gyerekek. Nagyon bele kell húzni. Nagyon bele kell húzni. Nem baj, harmadiknak bejöttünk, gyerekek, már ez is jó, nagyon jó. Hungry. Hungry vagyok, nagyon hungry, éhes.
Nem baj, nem baj. Personal best, személy legjobb 5,88. Nagyon jó voltunk. Még az elején jó vedetett a Mártánk, de hát... Itt egy kicsit elszámoltuk magunkat. Majdnem följött, itt már jött el volna föl a második helyre, és majdnem meg lett. Áj. Nem baj, tovább jutottunk a döntőbe. Na, jön most a döntő íjászatban. Az valahogy jobban ment, mint most az úszás. Ez az úszás se volt annyira nehéz. De azért figyelni kell a kiírásra, és akkor megfelelő időzítésben húzni hátra az analóg karokat. Na, Réka! Hey, ez az örjön közösség mögöttünk, ez az, szevasztok! Jó van! Hajrá, Réka! Most nagyon hülyén megy a... nem baj, jó volt, 9 pont! Változik a szél, és mondjuk egy ilyet. Az is jó, 9 pont. Megint változik. Ez nagyon csúnya volt. Ájjaj. Hát mi történt? Hirtelen váltott a szél, vagy mi a fene volt itt? Puty! Ez nagyon csúnya volt. Igen. Na, több ilyet nem akarunk. Réka, hajrá! Az első nyíl mindig is fontos volt. 7 pont. Ájjajjajjajjajj. Igen, mert hirtelen változik a szél. Ez azért kicsit vigyázni kell. Megint 7 pont. De mi van, gyerekek? Ez nagyon nem jó. Na, 8. Már megint 22 pont. Ájjaj. Most nem megy úgy, valami a szél nagyon közre játszik. Nem baj, 8 pont is jó még. Most jó lenne 8-9 pontokat nyomni. Ez is jó. Hát minél több, azon a legjobb. Nagyon nagy a szél. Én úgy látszik, hogy erre a 22 pontra rá vagyok akadva. Igen, még lehet, nem lesz meg a szóval egy érem se lesz, hát nem jó, Réka, hát húzzunk már bele, he. 6 mérföld per, igen, most 5-tel. Ez az, 9 pont. Nézzük, merre változik a szél, irány. Hát jó, elmozdult. De jó lenne egy 10 pont. Jó, 9 is jó. 25 pont. Negyedikek lettünk. Réka. Hát mindegy. 3 ponttal. Angolok jó kezdve, már egy aranyjal.
and China finish in third place. That means a bronze medal. Let's have a glance at who's wearing the medal tally. Jók vagyunk. Hát, ha úszásba egy érem meg lesz. Jön a döntő, nagy Máriával, vagy Mártával. Aj, ma! Szevasztok! Na, jót lenne, jó lenne úszni egy jót. Approaching 25 meters and already some early moves. Now starting to stroke well at the quarter point. Powerfully built, really strong stroker. Good tumble turn from the athlete and now less than 50 meters to go. Gyerünk, csak elfáradják kicsi lány. Now approaching the three quarter mark in this race. Elhazd, megvan az aranyérem. Jó van, úszásban nem hazudtoljuk meg magunkat. Congratulations, új olimpiai rekord. Ez az, nagy Márta. Jó voltál, kicsi lány. Na. Szóval hangilag, irányításileg is ott van, grafikailag is szerintem hozza a maga kategóriáján belül a szintet. Bár a víz azért lehet egy kicsit jobb is. Nagyon jó volt. Nagyon jó volt. És jön a díjátadó? Nézzük. Na van, himnusz. A pofáz. Hát, én aláírom, hogy kura hosszú himnuszok is léteznek a világon, de azért azért van a skip gomb meg ilyesmi, hogyha valaki nem akarja végignézni, de legalább ilyenkor a himnuszokat belerakhatnánk, meg ez ilyen végig hegedűztük az egészet is, kész. Hát ez érdekes volt, az előző olimpiai játékokban azért jó volt a himnuszok meg voltak jól csinálva, na mindegy. Magyarország is szerzett egy aranyérmet, 3 pontosok vagyunk, nagyon jók vagyunk. Hát az íjászat sajnos nem sikerült, visszakaptunk plusz egy újra lehetőséget. Na, ez eddig egész jó volt. Kompány sumori. Ja, hogy mik vértünk eddig el? A ponttáblázat. Na, válasszunk megint akkor. Nézzünk egy hát futás, legyen egy futás. Na, most úszás nem. A baj, csak 2 lehet kiválasztani, tehát úgy. Nézzük súlyt. Húha. Súlyzóval kezdünk. Szóval szerintem szerethető kis játék. Nézi valaki a tévében az olimpiát, és utána a kedvet kap, hogy ő is így átélje ezeket a helyzeteket. Szerintem ez a játék ez bőven megadja a szórakozási élményt. Excel London, hát jó kis helyen vagyunk. Hajdú Attila. Ő nem kajakos? Lehet, hogy hülyét gondolom. Na mindegy, nézzünk tutoriát. Ez az, kopasz. Na. 3, 2, 1. Gyűjtjük az erőt, gyűjtjük. És egyszerre kell hátra húzni a két kart.
és utána föl. Jobb ki öcsém! Balanszot nyomkodni kell. Aj, te erőködik, az az arc! Hey, hello, szia! Nem annyira bonyolult az irányítás, lássuk akkor élesbe. Kvalifikációval kezdünk. Gyerünk Attila! Neked szurkol az egész ország. Ki lehet választani, hogy mennyi legyen? Hát, mit tudom én. Várjunk, kezdjük rendesen 170. No. 3, 2, 1. Gyűjtjük az erőt, gyűjtjük, gyűjtjük. Ez az. Gyomja. Új, beszaró. Azt a fejet azért. Jó van Attila, az úgy. Máskor azért óvatosabban, nem baj. Ennyi WC-re. 185-tel kezdett? Belekezdett a kománk. Hát kezdjünk mi is bele 180-nal, megemeljük, tessék. Gyerünk Attila! Igen. Őj, de gyűjtjük az erőt! Lehúzok, lehúzok, az a kéz az nagyon rosszul jött ki. Ajaj, ez az Attila, jó van. Új személyi rekord, 180 kiló. Jók vagyunk. Az úgy kevés már 192-nél jár. Ez a baj, nem tudjuk, hogy az előzőnk hol jár. Hát, baszki. Fölrakom 205. 205 kiló, tessék. Ezt mondjuk ez elrontották, mert jó lenne tudni, hogy előttünk ki, hogy gyerű, gyerű, gyerű! Le! Föl! Ez az! Bírod! Nagyobb bírod! Nyomom! Ez az! Ez az! 205 kiló! Remélem azért bejutunk a döntőbe. Első helyen! Ó, nagyon jók vagyunk! Ez az Attila, jó voltál. Nézzük, micsoda szép cipőd van. De megemelte, igaz, hogy kiugrik a szeme. Aj, de erőködik. Baj. Aj, de erős vagyok. Jó. Ez az. Cső. Na, 200 kilót meg sem próbálta senki. Nagyon jók vagyunk. Na nézzük a 200 méteres futást. Férfi 200 méter. Futunk, mint a hülyék. Itt vagyunk a stadionban. Sokan itt vagyunk, mindenki csillagszórózik. Ez egy kicsit sok ez a vakufény. Nagy Imre! Na, nézzünk tutoriált itt is. Set és launch. Feel the face. Hát nyomom, baszod. Ja, jut kell tartani. Gondolom. Fussál, Imi, fussál! Ez az. Nagyon jó, hogy gondolom pirosba azért nem jó rakni, mert akkor elfáradunk. Ugye be kell hajolni. Ez az! Jaj, a másikat! Hogy? De jók vagyunk! De zselézett Cristiano Ronaldo tutorial, vagy hasonmás. Jó van. Na nézzük! Imink! Jó, fussad meg! Fussá,
Az elől ott jó elfutott. Áj, nem baj, negyediknek bejöttünk. Nem baj, nem baj, elvileg az első négy jut tovább. Hát nem volt egyszerű azért úgy helyben tartani a zöld csíkot. Épp, hogy tovább jutottunk. Na, nézzük a súlyemelés döntőjét. Ez az döntő. Hajdú Attilánk itt van. Bekezdünk, mit tudom én. Kezdünk. 187,5. Erőnk Attila. Meg tudod csinálni. Új, de nyomjó. Le. Föl. Hogy egyenesen tartottuk. Nyomkodjuk az át, de nagyon. Ez az. Valaki 108, ott a hirtelen háttérbe kiírták. Ha 189. Ja. Hát mit tudom én. Megpróbálj 198-szal. Le! Hú, nagyon nem jó! Új, de nyomkodni kell vele a másik kezünk! Amiatt, ez az Attila! Beszarunk! Ez az, jó van! Na? Áj, de nem láttam a kiírást fönt. 190... Hát... Hány kiló legyen? Megpróbáljam 205-tel. Na jó, legyen 207. 205-tel jutottam tovább, ha jól tudom. És 2 kilóval többet nyomunk rá. Az... Le... Föl... Ez az, jó. Gyerünk Attila, gyerünk. Még egy kicsit büdkék, egy kicsit. Ez az. Jóva. Na, hogy elég lettem. Első. Ez az. Súlyemelésbe és aranyérem. Magyarország. Hurrá. Igaz, hogy erre élőben szerintem kevés esély van, vagy nem tudom milyenek vagyunk súlyemelésbe. Hú. Hát erőlködött szegénykénk. Keményen. Elasz. Hú, 203, akkor 205-tel megint nyerhettem volna. Na, jön a nagyszerű himnuszunk. Hát ez nagyon gáz. Ez így oké, okay, szépen néz ki, minden, de ezt a himnuszt felismerhető, nem azt mondom, de pont a végét, és kétszer lejátsszák. Új, gyerekek. Na, Magyarország vezeti az éremtáblázatot. Na nézzük a futást, hát arra nem sok esélyt látok. De fussunk. Ez azért nehéz úgy szintet tartani, hogy zöld legyen végig. Imikénk mindent bele. Hajrá! Egy érmet azért, hátha. Very close to the front as we approach the midway point. Very tight between these. In the lead, Germany. Second, it's Poland. Looking for medals in the 200.
Hát... hatodikok lettük. Hát mondjuk egyszer újra tudom indítani, talán. Ja, megpróbáljuk újból is kacsa. Hát nem adok nagy esélyt, rosszul indultam, az volt a baj. De ezek... hát gondolom zöldbe kell tartanom folyamatosan, de hát ez... Fuss el, Forrest! Fuss, Forrest! Á, megint hatodikon vettünk. Lehet, hogy soha lehet nyomni tovább, és mindegy, ezt most így elcsesztük. Hát hatodikok lettünk, Gimi, nem baj. Jók vagyunk mi így is. Nem baj, még Magyarország vezet. Na. Második nap. Nézzük még egy harmadik napot. Legyen egy hármasugrás. Diszkoszvetés. Na, abban jók vagyunk diszkoszvetésben is. Legalábbis próbáltuk jók lenni régebben. Vagy lehet, hogy rosszat? Nem, csak... ja nem, hármas ugrás, oké, itt el megijedtem, már megint futok. No. Ó, ott megy a repülő. Kik vagyunk? Varga Gábor, hát nagyszerű név. Kezdjük meg az A-val. Hát kezdjed. Öbó. Lock speed. Hát ez érdekes lesz. Indulj meg! Hopp, hopp! Hát, majdnem betorra. Hú, ez azért már nem könnyű. Ez nagyon gyenge volt. Fuss el már, baszod. Oh. Hát ezzel nagyon ki fogunk esni. Aha. Ez egy kicsit azért bonyolult. Hát... nem lehetünk mindenben jók. Na, na, na! Nem, ne, 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 nem mondd már, belépett! Baszki! Végre már lett volna egy jó ugrásunk. Aha, kezdek rájönni, hát jó, personal best, igaz, hogy szarsan sem menjünk vele. Hűj, 2 méterre tovább az kérve. Gyerünk. Oda van, nincs jó sebesség. Há, mindegy.
túl hamar ugrottunk el, de ezt nehéz kiszámítani így. Nyolcadikak lettünk. Hát ez van. Hát, ha diszkoszvetésben jobbak leszünk. Lakatos Fered, hát de lakatos. Ajaj. Hú. Hát az kilőttet komám. Talán értem, mit kell csinálni. Gyerünk, Feri. Aha. Na várjál már, mi van? Hú, de jók vagyunk. Vaj, te kilőttük az űrbe. Nagyszerű. 63,89. Na, ez egy egész jó kis dobás volt. Ó, hát az nagyon jó dobás volt. Elsők vagyunk, gyerekek. Kezdem megérteni, mi van. Nagyon jók vagyunk, nagyon jók vagyunk. Ups! Hát az úgy még jó, hogy ott a háló. Nem baj. Nem baj, még egész nagy előnyünk van, hibázható. Vaj, de tökéletes dobás volt. Hát annyira nem, mint az előző. Nem baj. Jók vagyunk még mindig. Hát ez nagyon gyenge lett. Örül azért, de gyenge lett. Még 5 méter, nem, 8 méterre le vannak maradva, ahogy láttam. 5 méterre. Mindig ennyit sikerül. Ú, de jó! Nagyon jó! Nagyon jó! Nem jó. Ez gyenge. Ó, baszki. Nagyon leütöttük a bírókat. Ez az, első helyként tovább jutottunk. Jó van. De nézzük a döntőt. Erőv, lakatos Ferenc. Jók vagyunk. Az, élvez, jöjjön közösség. Mindent bele. Nézzük, ez elég lesz. 60-at dobott. Ajaj, ajaj. Lehet megint kevés. Majdnem 60 méter.
Jó, gyerünk, gyerünk, meg lehet, meg lehet. Two throws gone, now onto the third attempt. Na, ez már jó lesz, jó lesz, jó lesz, jó lesz, jó lesz. Elállta meg mennyire, hogy jó. 66,15. Új személyrekord. Ez az. Jó, hogy dobtam, mert most mind ketten is 60-at elértek. És az 66 eddig úgy néz ki, bebiztosította a helyünket, de azért nem adjuk föl. Tökéletes! 69,63. Micsoda dobás volt! Örüljél is, Feri! Ez az! Örülön, ügyes vagy. Hát érik az újabb arany, én nem szerintem. Nem akarom azért elkiabálni, de nem hiszem, hogy a gép dobna 70 métert. Ej, ez kicsi lesz. A baj. Ez jó kirátalat. Áj, majdnem. Nem baj. Ez az... Első kettő diszkoszvetésben. Király. Hát tévében nem láttánk ilyen hullámokat. Hoppá, bedobnánk a fákjába. Jól van. 69. Na, ez jó. Na, kedvenc himnuszunk. Hát elég jó fejed van annak a franciának. Hello, szia. Jó. Mik lehetne még? Na, megnézek még egy asztali teniszt, meg... Meg ilyen szinkronugrás, vagy mi ez? Tóth Péter és Ongodó Peto. Nézzük tutoriált. Micsoda szervák vannak. Azzal mozgok. Na. De micsoda csavarás volt. Oj, de lecsapás. Hát gyerekek, elterézgetünk itt. Jó, Peti, nyomjon neki. Ó. Aha. Oké. Ez hülyén nézett ki. Ah.
the game as the rally starts building. Great technique on show with the backhand. Utilizes the side spin. Just places the ball with the backhand. Backhand to keep the rally going. Good movement for the backhand. There it is, the backhand shot. Using his backhand shot. It's got to be hard to read with the side spin. Here's the backspin. Will it fool his opponent? Hogy a bécs ábba csapnám le. Jaj, nem vagyunk jók, nem vagyunk jók. Jó lenne egy pontot szerezni valahogy. Hoppá, hoppá, kicsi csávó. Megszívtad. Puty. Az, jók vagyunk. Micsoda mentés volt. Hamar nyomtam. Baszki. Nem annyira nehéz, csak időre kell jó nyomni a gombot. Élőben azért jobban megy. Hoppá! Hová jövünk? Meccs labda. Ez az, jó. Már sok meccs labdája van. Baszki, hát. Na, most ezt meg kell nyerni. Jó, miénk, igaz, hogy leütöttük a félvesénket, vagy a lépünket. Hopp! Öjj! Gyerünk! Alasz! Alasz! Micsoda! Alasz! Ott van! Jól van! Bele lennünk így a végére! Erről lemaradtunk, nem baj. Csúszát adni. Hoppá! Kicsi csávó. Jó vagyok én, hogy az itt. Alasz. Gyere! Izgalmas, még én is beleizzadok itt. Hoppá! Csap már le! Baszki! Haha, lassú vagy. Ez az, jó van.
Áj, késő volt. Hát nagyon izgalmas. Olyan izgalmas, mint a FIFA meccsek. Hát az, jó van, jövőben. Meccslabda. Gyerekek, meccslabda. Baszki! Az csúsza volt pedig. Hallottam. nem sok kellett volna. Baszki! Vagy ő ütötte ki? Várjál már. Vagy ő? Hát én örültem. Te hülye vagy! Jó. De nem igaz, hogy lassan üti vissza. A fele pofádat. Nem mondod, hogy csúsza volt? Azt hittem. Most már nyerjük már meg. Hát ilyen nincsen, gyerekek. Baszki. Hát így vele nem áll meccslabda. Hát, ez volt az asztali tenisz. Meg jó volt, csak itt beinasztam. Na mindegy, még megnézzük ezt a ugrásbizbaszt. Anna Mária. No, tutoriált akarok. Salad dive. Kezd meg az ugrást. Ja, és ott vannak, hogy mit kell nyomkodni? B. Lefele. Hát figyelj. Kiderül. Hello, cső. Kezdjük egy ilyet dal. Indulj meg. Ez nagyon könnyű lesz. X. Aj, ez egy jó kis hátas volt. Baszki, azt mondja. Nem volt szép. Hoppá, bedölt a segge. Nem kapunk sok pontot. Igen. Még negyedik helyen ott vagyunk. Na nézzük egy hármas fokozatot. Ó, de szép volt, ez nagyon szép volt. Ez szép volt. Butty. Hát ezért jó sok pontot kéne kapnunk. 9. Aj, de gyönyörű pontszámok, hölgyeim és uraim. Jó voltál, Anna Mari. Ez az. Föl is jöttünk az első helyre. Hey. Na nézzük a legnehezebb.
Hát ez asasnak tűnt. Nem lesz 9 pontos, de szerintem egy 7-8 körül csak kapunk, mert itt a végén nem volt a szép bemenete. 7-7, 8-as, ne? Ej, nem baj. Nem baj, így is első helyen vagyunk még. Nézzünk egy ilyet. YB is lesz, ajaj. Itt már nehezebb lesz. Egy X. Oj! Micsoda segges volt! Ez nagyon csúnya volt. Ez nagyon csúnya. Újj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 j
Hát igen, ez sajnos nem sikerült jól. Ajjaj. Igen, igen, így most nagyon visszaestünk. Na, nézzünk egy ilyet. Eljel lefele indulunk. Jaj! Rosszat nyomtam. Hát ez egy jó kis bomba volt fejjel lefele. De hasas. Jaj, a Dabari. Most azért még kaptunk egy 6-as 5-öseket. De nem azt a legjobb. Hát majd negyedik helyen tovább jutottunk. De olyan, jön még egy asztali tenisz. Hát az hogy? Nem estem ki vagy most, jó? Még nem estem ki vajon. Nincsen a... Jaj, a bronz medál! Oho. Na, ó, pont egy király kaptam. Nem kell tutoriál. Na gyerünk, Petikém! Liu Kuangot lecsapjuk, mint a legyet. Figyeld! Figyeld! Hát ezt figyelte. Ez az. Jó, jó, ez az. Jól le lenne nyerni ezt a bronzérmet. A gábozó is lenne. Hoppá, micsoda szerva volt vissza. Hoppá, kiszerváltuk emberünket, nem arra várta. Hopp. Oj, nagyon jók vagyunk. Majdnem meglett. Jó, bieg. Játszva labda. Áj, nem jó. Baj, még van játszva labdák. Ez az. Nagyszerűk voltunk. Ja, ezt meg kell nyerni. Áááá!
closed the rally down with a backspin. Pusky. He couldn't handle it there. He didn't have the answers. Yo, yo. Really appreciating this now. What great play to win the point with. Well, some great. Ez az, kiszervált a saját magát. Asking the questions with a backhand. That was a simple error, a terrible forehand. Ez az, jó. Jók vagyunk. Jó. The lead isn't that significant. It's still all to play for. Rally starting to build. Backhand to keep the rally going. Ez az, szilva. Azt hittem csúszol lesz, de mégsem. Vaj, de micsoda csavar volt benne, gyereke. Meccslabda. És megvan a bronz. Majdnem. Kíváncsi lennék, hogy csúsza vajon van-e benne. Paszki, nem sok kellett volna csúszához. Ez is csak. Hát jó lenne a másik kamerából. Ja, az ott érdekes volt azért. Hát ilyen nincs. Erről már meg tudjuk nyerni. Ez az! Jó van! Jók vagyunk! Megvan a bronzérem! Hey! Ez az a hülye kenyai nyert, fel a pofája. Jól van akkor. Na, gyerekek, én most ezt a woman izét nem nyomom végig, ha nem gondoljátok, hanem jöjjön egy kis összegző táblázat. Na, hát akkor itt is vagyok a táblázatommal, hát elég hosszú lett ez a bemutató teszt, úgy bele mélyültünk a sportokba, úgymond. Na de hát akkor bele is csapok a közepébe, úgymond kezdjük, és akkor végig grafika. Hát 2012-ben járunk, ugye én azt mondom, hogy nagyon úgy a grafikával olyan marha nagy gondok nincsenek. Ugye a Sega az sose arra törekedett, hogy az a hú de nagy Crysis szintű grafika legyen. Én azt mondom, hogy a játékhoz méltóan tűrhető grafikája van. A víz azért egy kicsit lehetett volna jobb is, az elég furcsán van megoldva. Hát most így hirtelen más grafikai bugra gondolkozok, hogy volt-e valami, de hirtelen így nem ugrik be. Hát ez a tipikus Sega grafika. Karakterek egész jól néznek ki, tehát úgy nincs olyan vele gond, de azért lehetne rajta még tuningolni, egy kicsit olyan műanyagszerűnek tűntek az emberkék, de én azt mondom, hogy tűrhető. Azért én adok erre a grafikára egy 22 pontot. Hang. A hang az azt mondom, hogy nagyon jó, meghozza azt a kellő olimpiai atmoszférát, hogy a kommentátorok is elég szépen magyaráznak, elég életszerű, látványos, úgymond, mint a tévében lennél, és akkor nagyon jó átadja ezt a hangulatot. Egy valami, ami nagyon nem tetszett a hangba, az a himnuszok. Tehát én aláírom, hogy lehet, hogy nincs meg a licenc, meg ilyesmi, de az előző olimpiai játékokban legalább végigment a himnuszok, és még aránylag tűrhető verzióba, de itt, hogy bejátszották a magyar himnusznak a legvégét, és egymás után kétszer megismételték, úgymond, hát ez gáz. Mindegy, ezt azért leszámítva én a hangra adok 22 pontot ugyanúgy. Na jöjjön az irányítás, hát lényegében az irányítással sincsen olyan nagy gond, viszont én azt mondom, a játéknak a legnagyobb gyengéje mégis az irányítás.
azért is a gyengéjem, mert ugye ajánlott nagyon a kontroller. Ugye a játék elején ki is írta, hogy ajánlott a Xbox kontroller, és láthattátok, hogy így is még kontrollerrel eléggé nehéz volt egyes sportágat úgymond lenyomni benne. Lehet én is bénáztam félig meddig, de azért nem egy könnyű, főleg az úszás, ez a végén ez az akrobatikai ugrás, meg mit tudom én, ugye. Tehát nem könnyű. Billentyűzettel szerintem még nehezebb, tehát nem tudom, például a diszkoszvetésnél, amikor az dobási szöget kell megadni, hogy ott hogy mint lehet megadni, vagy a hármas ugrást is vegyük például, ugye azóta leggyengébb. Szóval én ezért az irányításra adok 20 pontot. Hát játékélmény. Összességében én azt mondom, hogy meghozza azért az olimpiai hangulatot a játékélmény, tehát kellően jó a grafika, és azt mondom, hogy tűrhető. Hangilag is ott van az irányítást, azt nagyon szokni kell. Lehet, hogy bele lehet lendülni egy idő után, azért megszokja az ember, meg tutoriálokat, meg gyakorol, és akkor rájön, hogy akkor mi is történt, vagy mit is kell csinálni. Tehát majd, ha most el is indul majd a hétvégén az olimpia, akkor ha látunk egy úszást, vagy valami, akkor lehet, hogy az embernek lesz egy kis kedve, ha nagyon jó van, akkor leülök a PC-be, vagy akár Xbox, kinek hogy van meg, vagy PS3-an játszani ezzel a játékkal, és akkor én is kicsit olimpiázok, szurkolunk a magyaroknak, úgymond. Tehát szerintem azért kellően ad egy kis játékélményt ez a játék. Én ezért a játékélményre adok 23 pontot. Így összesítve akkor 87 pontot, 87%-ot ért el ez a játék. Én részemre, számomra. Szerintem ki lehet próbálni, kellemes kis időtöltést ad mindenkinek. Főleg így, hogy most ugye itt lesz az olimpia, így még nagyobb fokozatot, tehát még nagyobb hangulatot tud adni az embernek, szóval ajánlom mindenkinek legalább egy kipróbálásra, aztán tetszik, nem kötelező játszani. Na, hát ez így ilyen elég hosszúra sikeredett, nem hiába. Először is köszönöm szépen ismét, hogy akkor végignéztetek. Nem hiába sikerült ilyen hosszúra, most egy darabig szüneteltetni fogok mindent, nyaralni megyek el egy hétre, Balatonra, most azon belül nem mondom el, hogy merre, bár azért egy páran tudják, mindegy, de jó, elmondom, Balatonföldvárra megyek nyaralni egy hétre, pihenek egy kicsit, egy kis nyugalmat szeretnék, mert azért mostában történtek ecsmélyes dolgok, és kell a nyugalom nekem is, hisz hát én is emberből vagyok, tehát most szombattól egy hétig én nem leszek, utána, hogy mint jövök vissza, azt se tudom még garantálni, de nem tudok el végleg, de most egy kis pihenés lesz, tehát se Forma 1, se FIFA, se Scary Nights nem lesz a jövő héttől. Scary Nights lehet az utána lévő hétfőn se lesz, megpróbálom kedre bepótolni. Mindegy, igyekszem visszatérni, és megértéseteket kérem ez iránt, hogy egy kicsit most eltűnik a My Games, de nem végleg. Tehát szeretném jelezni, nem végleg. Addig nézzétek továbbra is a régebbi videókat, és akkor további jó szórakozást, nyaralást kívánok esetleg, ha valaki más is megy még nyaralni. Reméljük, hogy jó időnk lesz, nem lesz az a nagy kánikula. Na, szóval köszöntöm szépen a nézettséget, igyekszem tényleg minél hamarabb visszatérni. Na, legyetek jók, szevasztok, sziasztok!